A Zsíros Tibor férfi magyar kupa bronzmérkőzését a tavalyi győztes Falkó az idei szezon újonca a Pécs ellen játsza. Jó napot kívánok, kedves nézők, tisztelettel köszöntöm Önöket. A tegnapi elődöntők során már az első mérkőzés után eldőlt, hogy címvédés. Egyébként tegnap a Falkóban Matthew Tybee tudom kiemelni, aki 12 lepattanót és 14 pontot szerzett dupla-duplát, illetve Benke Szilárdnak volt egy elképesztően jó periódusa, aztán pedig Perl Zoltánnak is, de ez sem volt elég tegnap a Szeged ellen. Cserélni fog majd a Falkó, hamarosan érkezik Keller Ákos, de megint eladja a labdát a Pécs. Nagyon sok az eladott labdájuk, és ebből egy könnyű gyorsindítás, időt is kér Csirke Ferenc. Mangafić fogja a pozíciót, Nikolić viszont eldobja kintről. Egy remek tripla. De hát ez is mind-mind hozzáadódott ahhoz, hogy, vagy hozzátett ahhoz, hogy a Falkó kikapjon. Tanodez. Nikolić, kiabálnak neki, hogy dobjon. Rövid, Perl elüti még, Jordanoval elől. Jordano ezt is bedobja. Teljes rövid zárlat a pécsieknél. Pont mellettem Csirke Ferenc ugyanezt mondta, hogy milyen lassú volt. Hát igen. Jordano, ő meg bedobja a három pontos. Hosszú idő után, majdnem három perc után szerez pontot megint a Falkó. És a végén még egy dudaszós dupla válaszként jön. Abba az irányba indult el Perl, ahol Kerpel Frónius védekezett. Ez nagyon szép volt Pertől. Pedig Kerpel Frónius kifejezetten jól védekezett. Megindulhat ezzel a Pécs. Serep. Szép befejezés. Időt is kér a Falkó. Bongo még oda tudott piszkálni. Kovács. Kifelé fordul, és dob egy nagyon szép duplát. 37-34. És utána lejön a hármas. Bongo, Benke, nagy lendülettel dob egy zicsert. Könnyű kosár, időt kér megint Csirke Ferenc. Kovács Benedek megnézi a vonalat, de nincs bent a tripla. Per leszedi a lepattanót és fölteszi. Megvan az 50 pontja a Falkónak. Ugye most már Bongo is elérte a 11 pontot a Falkónál. Mekkora zsákolás! Egyelőbb! Perl. Megint a kézváltás. Perl bemegy és befejezi. Elképesztő extra. 18 pontos Perl. Azt mutatják a Falkó kispadján, hogy szerintük érvényes volt a kosár. Mangafić 2. Benke a betörést választja. Végig is viheti. Kimarad. És Krivácsevics visszapöciszte. Henry. Bedobja falttal együtt. Keller kéri pot tőle a labdát. Szűk 6 perc maradt hátra. Keller egy brutális előjük. Ez most nem jó. Harry sem tudja leszedni. Elől van Jordano. Tybee. Nem jött jól. Igazán ez is előjük akart volna lenni. Szóval, ha összességében nézem ezt a találkozót, 45 másodpercig vezetett a Pécs. Belebonyolódott a cselekbe. Pongó! Trojka! Túl a 100 ponton a Falkó! Akkor Perl Zoltán a hátára vette a csapatot. Egy negyeden belül dobott 14 pontot, és ezzel elrendezett minden nyitott kérdést. A végeredmény tehát Falkó Vulcano Energia KC NK Universitas Pécs a Magyar Kupa bronzmérkőzésén 101-81 a Falkó a bronzérmes.